Hosszabb távon is a biztonságot helyezi előtérbe Nagy Kálló vezetése. A város polgármestere úgy fogalmazott, az idősek egészségének védelme és a rászoruló családok támogatása prioritást élvez az önkormányzatnál. Horváth Tibor elmondta, a hivatali ügyintézés ugyan telefonon történik, de a dolgozók lelkiismeretesen segítik a lakosságot a mindennapi ügyek intézésében. Öregek otthona van még, ami kis térség ide ugye önkormányzathoz köthető, ami komolyabb feladat volt, kiépíteni ezt a zsiliprendszert, hogy a bent élők ugye legnagyobb biztonságban lehessenek. Úgyhogy az volt egy ilyen komolyabb feladat, de hál' Istennek beállt a rendszert, meg tudtuk oldani az étel biztonságos bejuttatását, a személyzet biztonságos bekijárását, úgyhogy az egész jól sikerült, én úgy gondolom, nagyon kicsi a hiba lehetőség. Maga a polgármesteri hivatal működése a home office-ba történik az ügyintézés is. Igazából a vezetékes telefont, ha hívják a lakosok, akkor az adott ügyintézőnél cseng ki, akit a portáról kapcsolnak. Maga a személyes érintkezéseket ugye megpróbáltuk minimálisra csökkenteni, de attól függetlenül ugye a hivatali élet az zajlik ugyanúgy. Horváth Tibor úgy fogalmazott, a város igyekszik tartani az előre meghatározott ütemtervet a fejlesztések terén, ám ez nem minden esetben megvalósítható. Nagy Kállóban jelenleg is épül egy inkubátorház, amely kis és középvállalkozások telephelyéül szolgálna. Ennek befejezése és átadása a járvány hatásától függően leghamarabb őszre várható. A polgármester hozzátette, egy projekt kivitelezését már biztosan csúsztatja az önkormányzat. Erre azért volt szükség, hogy a dolgozók elkerüljék a fertőzés veszélyét. A leglátványosabb az a belvárosban ősszel készítettünk, vagy télen készítettünk egy parkolót, és amellé volt itt a Zöldváros projekt részeként egy sétány összekötve a református templom és a posta utcáját. Ennek megy a kivitelezése, sajnos itt már a járvány ugye befolyásolja, mert a kültéri sporteszközök, amik kikerülnének, azok olasz gyártmányok, úgyhogy nem lehet egyenlőre beszerezni őket, de attól függetlenül maga a többi része a sétány kialakításra került. Két dolog hiányzik, például a látássérülteknek a vezető térborkolatból is sajnos csak egyféle szint lehetett kapni, nem tudtunk beszerezni olyat, amilyet szerettünk volna. Igazából alkalmazkodni kell a körülményekhez, de maga a sétány elkészült. Horváth Tibor hozzátette, az önkormányzat néhány esetben kérte a hatóság közreműködését, hiszen egyes üzletek és vendéglátóegységek nem tartották be a kormány által előírt szigorításokat. A polgármester ugyanakkor köszönetét fejezte ki a város lakosságának, hogy jogkövető és fegyelmezett magatartást mutatnak a kijárási korlátozások idején.